Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Ebben a videóban egy teleszkópikus csodával fogunk megismerkedni, ami méretét tekintve mindössze ekkora. Nézzük meg közelebbről. Nézzük akkor közelebbről a Kaylint, vagy Kaylint, vagy Kaylint, ki hogy szeretné. Az rögtön szembe tűnik, hogy moduláris a felépítése, és nagyon pici. Tetszetős. Nézzük meg, hogy mi van benne. Hát ez bizony egy 18650-es. Ebben az incurka-pincurka testben. Nézzük meg, szedjük szét. Újak a menetek, még kicsit nyikorognak. Ami feltűnik, hogy ez nem króm, hanem ez egy polírozott, rozsdamentes acélfelület. És ahogy a próbák alapján kiderült, gyakorlatilag a 18500 és a 18650 megy bele, illetve a 18500 az belemegy a kick felállásban is, és így csinálhatunk ebből a kis teleszkópikus modból magunknak egy szabályozott teljesítményű készüléket. Hogyha haladunk fentről lefelé, fent láthatunk egy szabvány 510 csatlakozót, 4 darab bemarással, és azt látjuk, hogy ez teljesen a síkjában van a palástnak, így hogyha esetleg olyan tankot teszünk rá, ami ide felül, akkor lehet gondunk a levegőellátással, de hála Istennek ilyet nem tettem rá. Ami a méretét illeti, ez, hogyha a 18500-zal használjuk kick nélkül, akkor 22 mm a külső átmérője, és 70 mm, azaz 7 cm hosszú az egész. Hogyha ugyanezt 18650-es verzióban használjuk, 18650-es aksival, akkor 84 mm a hossza. Akkumulátor nélkül 67 g az egész ketyere, cakkum, púder. Ha haladunk lejjebb, akkor ezt a részt ugye kivégeztük az előbb, félre is tehetjük. Itt találjuk a középső részt, teleszkópikus középső részt. Ezen a gyűrűn látunk itt egy darab logót és egy darab levegőző gázelvezető furat és még egy gázelvezető furat a biztonságunk érdekében. Következő rész még szintén egy teleszkóp. Bocsánat, a teleszkóp rész alul-fölül menettel, a rövidebbik része csatlakozik majd az alsó részhez, a kapcsolóhoz. Nézzük a kapcsolót. A kapcsoló fordított menettel lehet a zsebzár funkciót aktiválni, tehát hogyha hagyományosat, mintha betekernénk, akkor zárja, és hogyha errefelé fordítjuk, akkor lehet aktiválni. Összeraktuk az aksival, nézzük meg, hogy akkor tudja-e azt teljesíteni, amit a forgalmazó mond, és valóban csak 5-6%-ot veszít. Ennek egy tankométer segítségével tudunk a végére járni. Megnézzük, hogy mennyi az üres járati feszültség terhelés nélkül. Ez most 4,16 század
volt. Rátekerünk egy nem túl extrém kazánt. Megnézzük ezzel. 3,97. 3,96. 3,93, vegyük akkor a 3,96-ot, és ha azt mondjuk neki, hogy 4,16-nak megnézzük, hogy mennyi az 1%-a. 3,952-nek kéne lenni, tehát a 3,95, és ezt hozza is. 3,93 egy kicsit rosszabb, 3,93, tehát ezt az 5-6%-ot, amit ígérnek, ezt gond nélkül hozza, teljesen jó ahhoz képest, hogy kínai, és nem rész csatlakozói vannak. Nézzük meg, mit teljesít az éles lövészeten. Nézzük akkor, hogy teljesít a marok modunk. Pár kazánnal. Azt már láttuk, hogy a feszültségesése az teljesen jónak mondható. Nézzük először meg egy iClear-rel. Szépen megvagyom. Jöjjön a kedvencem. Így néz ki rajta egy tájfun. Pár milliméterre, szerintem egy milliméter nincs összesen amennyivel szélesebb a tájfun, mint maga az eszköz. De még jól mutat rajta. Nézzük meg, hogy hogy hagyja meg. Ezzel is szépen megbirkózott. Jöjjön a szöveges értékelés. Pro és kontra. Kontra. Felső csatlakozóját, hogyha olyan tankunk van, ami ráül a tetejére, akkor előfordulhat az, hogy nem biztosított a levegőellátás. Egy picit a közép része az 5-10-es csatlakozó az egy picit kiemelkedhetne, de látjátok, tehát olyan tankokkal használtam, olyan kazánokkal, amelyeknél középérintkező állítható volt, így be lehetett úgy lőni, hogy jó legyen mindenféleképpen. Ami nem tetszik még, hogy csak akkor áll fixen a készülék talpára állítva, hogyha a sebzárbe van állítva, tehát mondjuk bekapcsolt állapotban ne rakjuk le az asztalra, és elég gyenge a rugója, tehát hogyha ezen rajta van mondjuk egy tájfun, vagy egy nehezebb eszköz, akkor előfordulhat, hogy magától bekapcsol a készülék, illetve ha leteszem az asztalra, akkor így is egy picit billeg, de nem vészes. Pozitívum. Én szeretem ezt a fordított menetes zsebzár funkciót. Nekem ez jobban bejön, mint a szimpla menettel. Így nem tudom kitekerni. És egyszerűen nekem ez jobban bejön. Másnak lehet, hogy ez nem számít egy különbség. Tetszik a zsebzárnak a színe, ez a aranyszínű vagy polírozott réz színű gyűrű. Tetszik, hogy teleszkópos, és attól függetlenül, hogy ez egy 18650-es cellát foglal magába, így is ilyen kompakt méretű az egész, illetve nagyon jó pofa dolog, hogy
18,5%-sal is tud működni, úgy, hogy még benne van mondjuk egy kék is. Még annyi a negatívumok sorába, hogy sajnos, vagy nem sajnos, ez még a legösszetekertebb állapotban is nagy, a mondjuk egy 18-3-50-eshez, illetve így teljesen összetekert állapotában is egy picit mozog, de nem azért van ez a mód, hogy az ember ropogtassa. Rendesen össze van tekerve, akkor egy elég kompakt készüléket kapunk, ami, ahogy néztük, a feszültséges és sem jelentős rajta, attól függetlenül, hogy nem hatalmas rész érintkezők vannak az alsó kapcsolóban elhelyezve, illetve a felső érintkezőnél. Mindent egybevetve nálam ez a tetszett kategória. Hogyha szeretnétek egy ilyen teleszkópos csőmódra szert tenni, ami befogadja a kikket is, és akkor mondjuk egy varigottos készüléket használhattok ekkora méretben, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy keressétek fel a webshopot és rendeljétek meg. Az ára sem vészes, jelen pillanatban 9900 forintért lehet hozzájutni ehhez a modhoz. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!